Hiába, na, az emberek töltik élettel meg a dolgokat, látszik ilyenkor olyan hideg, teljesen másképp néz ki, mint amikor itt voltak a játékosok, élet, nyüzsgés volt. Korai visszajönés így látni ezt a dolgot. Úgyhogy amikor így körbenéz az ember, egyből tudja, hogy a Kanta Józsi ott ült, látszik, hogy a legjobb barátjának, a Rodenbücker Istvánnak még ott van a matricája, amikor legelőször elment, akkor ugye ő oda lerakta azt, és azóta is ott van. Hiába jött vissza, nem kapta vissza a matricáját a Rodi. Kósa György vagyok, 79. éves, az MTK baráti körének egyik alapítója, alapítástól elnök helyettese, majd 95-től 2000 végéig elnöke, azóta örökös tiszteletbeli elnöke. Hát a legkorábbi emlékem az, hogy a 50-es évek elején, 52-53-ban, már nem tudom pontosan az évást, többször is, mint akkori Bástya sportoló, majd később Vörösszobó sportoló, részt vettünk a sportolók együtt az MTK pálya, ennek a pályának az építésébe. És aztán itt ünnepeltük bajnokságokat. Nagyon örülök, hogy én már 8 MTK bajnokságot láthattam. Az első volt az 51-es, amit még ez a pálya romokban volt, az újpesti pályán ünnepeltünk Bástya név alatt. De mi mindig MTK voltunk. Hát a régi stadion a szinte az életem egy része. Hát amióta fölépült, rendszeres látogatója vagyok. Amhányszor ide kijövök, eszembe jut az a nagyon-nagyon sok kiváló labdarúgó, akiket közül a legtöbbet személyesen is ismertem, jó barátságban voltam velük. A sok szurkoló társam, akikkel együtt örültünk, együtt sírtunk, ha baj volt. Együtt estünk kétségbe, mikor először 1981-ben kiesett az MTK, és együtt alakítottuk meg aztán a baráti kört, és segítettük vissza az első osztályba a csapatot. Arra, hogy 126 év után is létezünk, vagyunk, sőt, újból virágzik az MTK, hogy ez a sportegyesület nagyon sok minden nehézséget túlélt, a holokausztól kezdve a 70-es, 80-as évek anyagi nehézségein keresztül, és arra is, hogy ez sikerült túlélni, ebbe jelentős segítséget nyújtottak a szurkolók is, a magam szerény eszközeivel talán én is. A csapat életében nagyon fontos, hogy minden komfortja meglegyen. Ez egy kiváló, minden szempontból megfelelő stadion lesz, úgy külsőre, mint egyéb vonatkozásokban, mert lesz klubhelység, étterem, irodák, szóval minden együtt, és hozzá csapat is lesz. Hál' Istennek most úgy alakult, hogy már most is dobogós helyén játszunk, de a csapat biztos vagyok benne, hogy akkor egyre jobb lesz, és fogunk itt még MTK bajnokságot ünnepelni, talán még én is. Biztos, hogy többen leszünk, nem csak azért, mert egy kiváló, kényelmes stadionunk lesz, hanem elsősorban azért, mert most újból ápolják, és fontos lett az MTK tradíciói, a hagyományai, fölvállaljuk a múltunkat, fölvállaljuk a mindazt, ami az MTK családot jelenti, és én biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül az új stadion tele lesz minden mérkőzésem. Hát ott vannak a zuhanyzó fürdő, ott volt a vizes gyúrások. Fontos, Kanta Józsival jöttem, meg is jegyezte, hogy most másfél évig nem lesz vizes gyúrás, és hogy fog hiányozni neki. Ez dupla funkciós volt. Hétvégére mindig ide költöztek át az edzők, amikor meccs volt ott, akkor ide pakoltak át. Hétköznap meg egyébként itt volt kiteregetve a játékosoknak a szerelés, a edzés szerelések. Mert a megszereléseket általában lent mosták a alaksori mosodába. Anni néni ott hajtogatta 20 éven keresztül a ruhákat. Ott kis mosoda.
Tehát az edzésszereléseket itt most a Zani néni többnyire. A szomszédban van a szertár, ide csak át kellett hozni a dolgokat. És itt hátunk tároltuk a csoda csapat mezeit. Illés Béla, Zsigorszki Gyula, Fülöp Ferihez, Honlósi voltak szépen. Itt ez a veszélyes lépcső, több futballista itt, amikor megérkezett élesbe, meccse, lelépett innen a lépcsőről, olyan leszúrt Rittbergert nyomott, hogy azt hiszem nem marad élve, szegény, de csak túlélték. Főpattantak és mentek tovább, de sajnos itt ez eléggé veszélyes volt. A mosónőnek ez volt kb. 20 évig a kis öltözője és a raktára is egybe. Na és itt vannak a vendégek. Öltöző. Itt akkora öltöző van, igaz, hogy ez egy csapatnak kevés, de összenyithatós, és van még egy másik része, de ez egy tápzolva el lehetett férni, főleg, hogyha mind a két helyiséget használtál. Igazgatóság. Józsi bácsinak itt volt bent az irodája. Most, hogy elkezdődött a stadionnak a bontása, és kinéztem és kiültem egy rövid időre a tribünre, most éreztem azt, hogy azért az utolsó 10 évben itt már itthon voltam. Nagyszerű évek, élmények, néha keserű tapasztalatok is tartoztak ehhez az időszakhoz, de összességében pozitív volt. Ami nagyon fontos volt számomra, hogy rendszeresen foglalkozhattam fiatalokkal, még pedig azokkal, akik itt az MTK-ban lettek előkészítve. A régi stadionnal kapcsolatban az első igen maradandó élmény az első év végén, amikor itt megnyertük a bajnokságot és a közösség ünnepelt bennünket. Egy ilyen esős idő volt, de nem igen zavar bennünket a rossz időjárás. Berohant, a közönség is berohant a pályára, és hát, mint ahogy ez illik, meg is ünnepeltek bennünket. Itt meg volt a híres büfé. Itt azért minden mérkőzés után azért összegyűltek meg mérkőzés előtt is a szurkolók, aztán voltak megbeszélve dolgok. Azért egy-két fröccs lecsúszott a mérkőzések szünetébe. Úgy biztos, hogy sok legenda, egy híres ember megfordult itt. Pikma Tamás vagyok. Budapesten születtem. Szakács végzettségem van, meg vendéglátóipari technikum, meg jártam a főiskolára is. És hát kenus. Én ugyan az MHS-ben kezdtem a kenuzást, tehát a Magyar Honvédelmi Sportszövetségnek hívták, aztán egyetértés lett, aztán ebből lett a Vörös Meteor egyetértés, és a Vörös Meteor egyetértés is fuzionált a 70-es évek, meg nem tudom mondani pontosan a 70-es évek közepén a Vörös Meteor az egyetértés az MTK-val. Így aztán MTK-sok lettünk, MTK Vörös Meteor egyetértés, hát még van olyan trikom, ahol ez a felirat van, és aztán a végén ugye az MTK maradt az eredeti. A furcsasága az, hogy én 4 egyesület tagja lehettem életem során, és soha egyetlen egyszer nem igazoltam el. Az aktív versenyzői pályafutásom az, ami a nemzetközi és hazai bajnoki futamokat illeti, az 20 szezon. Amikor 84-ben ugye a Los Angeles-i olimpiára már a magyar csapat nem utazott ki, akkor hát elkezdtem a magam kis civil életét építgetni, és furcsa mód, mivel a szakmám ugye szakács, és a vendéglátáshoz azért van egy kis közöm, mert pontosan a 85-ös éve volt. A volt kelet-pesti vendéglátó kiszállt ennek az épületnek, épp ahol most vagyunk, a büféjéből,
és itt hagyta teljesen üresen a falakat, és egy jó héttel az első bajnoki forduló előtt gyakorlatilag az MTK pályán nem volt büfé. Nagy László doktor, aki akkor az MTK kaja volt, kajakos világbajnok, szólt, hogy volna-e kedvem a büfét csinálni, és Simegi Gyuri bácsi, aki egyébként lelkes támogatója volt egyesületünknek, az ő jó voltával működhetne itt a közér. Tehát akkor ezt elvállaltam, és hát úgy gondoljátok el, hogy a pult, hát nem volt pult. Nem voltak székek, nem volt a falak kifestve, de semmi játék. És egy hét alatt ilyen nappal dolgoztunk, itt hegesztettük a pultot, raktuk föl a köveket, hoztuk föl a berendezéseket, a kávégépet, a hűtőket, a vitrént, és természetesen föltöltöttük áruval. Úgyhogy aznapra, hát nem mondom, hogy fitten, de végül is a nyitó meccsre, az, ráadásul egy komoly meccs, ott úgy emlékszem, hogy tele volt a ház, és aztán ugye Fradi MTK-val nyitottunk, de az biztos, hogy tele volt. Addigra összeállítottam és összeraktam az egészet, és hála Istennek ez az üzemelt is. Maradtam is, úgy tudom, van 2 éve. De örömmel töltött el, amikor alkalmanként bejöttem, és láttam még hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy az a pult még kiszolgálja a vendégeket, és az MTK baráti kört, és a drukkereket, a sportolókat, akár az én időmben. Amit viszont nagyon jól csináltunk, azok a rendezvények voltak. A futballmeccsek, ahol ugye a régi drukkerek jöttek föl a büfébe, itt találkoztak, akkor még lehetett dohányozni, hát itt volt, ömlött a füst. Tamáskával, kólát kérünk, ugye, mert nem lehetett inni a kólát, de be kell, hogy valljam őszintén, volt egy kis turpiság a dologban, mert a kóla meg a vörösbor, hát a színe ugye az nagyon egyezik. Szexárdról hoztam föl vörösbort, beöntöttem a kólás üvegekbe, aztán le is kupakoltuk, és nem lehetett, meg most sem lehet, hogy egy abszolút szabály, de hát most már elárulom, hogy ezekben a kólás üvegekben ugye hát az a vörösbor ott volt. És akár a Sukjóban, Józsi bácsi, vagy a többiek, a Blumi, vagy jöttek, és akkor messziről szóval, Tamáskám, a szexárdi kólából kérek 3-at. Igen, átra mentem, előhoztam a cinkelt, a Pepsi kólákat, ezt kinyitottam, jót piszegtem hozzá, pszt, és ment a... Talán a vörösboros kólát akkor találtuk föl, mert addig ugye nem volt tisztesség inni a kólát vörösborral, de hát aztán onnantól kezdve úgy látszik, hogy ez egy szerencsés összetétel volt. Nagyon bízom abban, hogy az új stadion betölti azt a szerepet és azt az elvárást, ami a régi stadion hát méltóan ugye fölkínálja azt a milliót, azt a rengeteg emléket és azt a szeretetet, amit hivatott lesz majd az új stadion betölteni. Porta, érre szóló jelek, itt lehetett átvenni a meccs előtt. A konditerem, ami kiderült, hogy régen ez egy súlyemelő terem volt, csak miután ez a szakosztály megszűnt, akkor így átalakították konditeremmé. Játékosok a izomzatokat itt tudták karba tartani, meg néha kicsit focizni, amikor lerúgták a világítást. És persze utána soha nem volt meg a elkövető. Ott volt a cipész műhely, és a túlsó végén pedig a varrónő, aki a szereléseket még egy időben, tehát mit tudom én, 20 évvel ezelőttig helyrehozta, megvarta, ami elszakadt, stb. Úgy fűződtett bele esetleg, és a cipész meg ugye a cipőket karban tartotta ott, de hát ugye mióta műanyag cipők vannak és nem bőrcipők, azóta ezekre már nem nagyon van igény.